Tisztelettel köszöntök mindenkit. Vadász is vagyok, kereskedő is vagyok, mérnök is vagyok. Mind a három aspektusból tudnék beszélni a témáról. Megígérem önöknek, hogy a kereskedőt most nem hagyom szóhoz jutni. Leginkább mérnöki szemmel próbálom ezt a dolgot bemutatni. Szem előtt tartva természetesen azt, hogy vadász vagyok, és arra a célra akarom majd használni ezeket az eszközöket, ugye? Az a cím, hogy éjjellátó eszközök változatainak bemutatása a gyakorlati használat szempontjából. Nagyon, nagyon össze kell sűríteni a nekem is a mondani valómat, kevés ez a 20 perc, néhány dolgot eléggé elnagyoltan fogok átugrani. Viszont utalnék arra, hogy majd az utánam következő előadónak úgy tudom az a témája, hogy az ilyen típusú eszközöket hogyan tudjuk etikusan használni. Én meg arra hegyezném ki, hogy hogyan tudjuk egyáltalán használni, tudjuk-e használni, mert hogy nagyon sok esetben egy ilyen eszköz pont, hogy több bosszúságot okoz, és még kárt is, és még pontatlanságot is. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket az eszközöket megismerjük, és helyesen használjuk. Na most az én szempontomból rögtön ketté bontanám, kétféle műszaki tartalom létezik. Ugye az egyik, az az éjjellátó, amit én éjjellátónak nevezek, az a fotonérzékelő eszköz, ami ugye fényt tud erősíteni. Ezeknek az eszközöknek szükségük van megvilágításra, szemben a másik típusú eszközzel, amit hőkamerának nevezünk, és a hőkamerának nincs szüksége semmiféle megvilágításra. Ugye a fotonérzékelő eszközök azok a klasszikus éjjellátók, amik léteznek már a II. Világháború óta. Ugye ezeknek az a dolga, hogy a kicsiny fényt felerősítse és láthatóvá tegyen dolgokat. Ezzel szemben a hőkamera az egy nagyon érdekes dolog. A hőkamera működésének a fizikai alapja az, hogy minden olyan test, minden olyan tárgy, ami -273,16 Celsius foknál melegebb, az hőt sugároz. Ugye -273,16 Celsius fok, ez más skálán kifejezve ez a 0 Kelvin, amikor fizikailag semmi nincs, nincs sugárzás, mert nincs atomi mozgás. Hogyha ennél egy kicsivel is melegebb van, tehát mondjuk egy ilyen folyékony nitrogénben egy ilyen kellemes -190 fokon lubickolnak az atomok, akkor már elkezdenek rezegni, és akkor már egy mérhető sugárzásuk van, és ugye ezt használjuk ki, amikor hőkamerát használunk. Kedvenc ábrám, amit itt most nagyon nem fogok kifejteni, az emberi szem az arra képes, hogy érzékelni tudja a 350 nanométernél nem rövidebb hullámhosszú, és 750 nanométernél nem hosszabb hullámhosszú fénysugarakat. Ugye ez a látható fénytartománya, mert ami 350 nanométernél rövidebb, azt úgy hívjuk, hogy ultraviola, ami pedig 750 nanométernél hosszabb, az pedig egy infrasugárzás, aminek azon belül is több tartománya van. Na most, ugye ehhez képest, amit éjjellátónak nevezünk, amelyik fényerősítő eszköz, az általában a 750 nanométer fölött egészen olyan 950 nanométerig képes arra, hogy érzékelje, hasznosítsa a fénysugarakat. Ehhez képest a hőkameráink egy teljesen más tartományban dolgoznak, ez a 8000 és 14000 nanométer közötti hullámhossz, ez azért nem önkényes, mert egyrészt ezen a hőfokon, ahol mi élünk, az állatok nagy többsége a kisugárzott hőenergiát ezen a hullámhosszon adja le, meg minden élő lény, nem csak az állatok, minden, ami ilyen 0-50 fok között van, az ebben a tartományban sugároz. Egy, kettő, nagyon érdekes módon a légkör ebben a tartományban engedi át közel 100%-os hatásfokkal a tiszta levegő ezt a hősugárzást. Ha például csinálnánk egy olyan hőkamerát, ami 5 és 8000 nanométer között érzékeny, az nem látna messzebb 100 méternél, mert ott nagyon nagy a levegőnek az átelnyelése azon a hullámhosszon. Úgyhogy ennél nagyobb, ennél mélyebben nem nagyon akarok belemenni a fizikába, de muszáj néha ezt elmondani, hogy értsük, hogy miért történik, vagy miért nem működik. Ugye, ahogy mondtam, a régebbi eszközeink, ezek az analóg éjjellátók, ezek már a II. Világháború végén megjelentek, ezek hasonló módon működnek a mai napig, csak sokkal jobban. Ugye egy ilyen eszköz, ez egy elektroncsövet tartalmaz, és ez az elektroncső, ez ugye meg sokszorozza a bejövő fotonok számát. Tehát bejön nagyon kevés foton, lesz belőle nagyon sok foton. Ezeknek ugye az előnye, hogy nagyon, nagyon jók már, nagyon nagy érzékenységgel bírnak, nagyon szép tiszta képet adnak,
És még egy előnye van, ugye egy analóg éjjellátó az real-time-ban dolgozik, tehát gyakorlatilag ott nincs időkésés, ott valós képet látok időben, szemben a digitális technológiával, ahol mindig van időkésés a bejövő és a kimenő kép között. Úgyhogy ez egy nagyon jó technológia, használják a mai napig főleg katonáik. A vadászati gyakorlatban egyre csökken a jelentősége, mert hogy van neki néhány hátrány. Az egyik az, hogy drága, ez már nem lesz olcsó. A másik az, hogy ezek az eszközök nem tudnak mit kezdeni a sok fénnyel. Tehát egy analóg éjjellátó az mindig csak éjszaka használható, ugyanis ezeket az eszközöket a sok fény, a túlvezérlés az károsítja. Na most igazából 20 évvel ezelőtt nagyon menő volt egy ilyen több millió forintos dedát megvenni, ma jószerivel majdnem eladhatatlan, vagy csak töredékáron lehet eladni, ugyanis megjelentek a digitális kamerák. A digitális kamerák térhódítása az nagyon gyors, 15 évvel ezelőtt ezek játékszerek voltak, ma pedig nagyon jó minőséget tudnak produkálni. Tehát ezen a képen látszik, a kép bal oldalán, ugye viszonylag sötét volt a kincsenparkban, tehát ott nem égtek a lámpák, csak a környezeti fények távolról. Tehát nekem már sötét. Egy korszerű, jó minőségű mobiltelefon kamerája ezt látja bal oldalt, és ehhez képest egy digitális éjjellátó jobb oldalt ennél a fénynél még színes és viszonylag zajmentes képet produkál. Ugye ezek nagyon elterjedtek, és az áruk is tulajdonképpen elfogadható, tehát ez a 200 ezer és 600-700 ezer forint közötti tartományban nagyon sokféle digitális éjjellátót kapok. Hogyha viszont ennél drágábbat szeretnék venni, mert van rá pénzem, egész egyszerűen nem fogok találni választékot, tehát a gyártók úgy vannak vele, hogy itt a prémium szegmens az jószerivel hiányzik, ugyanis a vásárlói szokások abban az irányba mentek el, hogyha ennél több pénzem van, akkor nagy valószínűséggel hőkamerát akarok venni. Egy gondolat még ugye ezekhez az eszközökhöz, ezeknek a használatának a legkritikusabb pontja, ez az úgynevezett infravető. Az infravető beállítása, kiválasztása, stb. Az gyakorlatilag ezt az egész történetet elronthatja, vagy megjavíthatja, és itt van a legtöbb félreértés, illetve rossz használat. Ha lenne időm, akkor sok ehhez hasonló, gyönyörű szép ábrát mutatnék, és kifejteném, hogy mit miért, és megmagyaráznám ezzel például azt, hogy miért nem lehet egy analóg éjjellátóval 940 nanométeres infrát használni. Ugye erre most nincs időm, mert hogy rohanni kell, és lépjünk tovább, hőkamerák. Ugye elmondtam a fizikáját, az alapelvét az egésznek. Annyit hozzáfűznék, hogy nem annyira új dolog ez, tehát ez nem a Schwarzeneggeres filmmel kezdődött, hogy hőkamerákat használnak a világban. Egy magyar mérnök, Pihanyi Kálmán 1929-ben alkotta meg azt a első kamerát, ami tulajdonképpen működésileg a mai hőkameráknak az ősének tekinthető, úgyhogy legyünk rá büszkék, hogy magyar vonatkozása is van ennek a történetnek. Itt nem fogunk találkozni analóg meg digitális készülékekkel, itt csak digitálissal találkozunk. A hőkamerák ma már az utóbbi 30 évben, amióta egyetlen polgári alkalmazással lehet őket használni, ezek csak digitálisak lehetnek. A hőkamera lelke az az úgynevezett mikrobolométer. Ez az a chip, ez az a képérzékelő chip, ami a képet csinálja, csak ugye ő nem úgy csinálja, hogy ő rajzol egy folyamatos képet a világról, hanem a hőkamera érzékelője, az pixelekre van osztva. Egy úgynevezett pixel matrix ez az érzékelő, tehát egyedi képpontokból áll össze, és ugye itt eléggé számít a képpontoknak a sűrűsége és mennyisége, mert hogy ami távol van, és már csak kevés terület jut rá, ugye kevés pixelből kevés információt lehet nyerni. Na most nagyon sok paraméterre van a hőkameráknak, tehát egy normál kereső távcső esetén nagyjából 4 paramétert, ha elmagyarázok egy tanfolyamon, akkor mindegyikre jó 10-15 perc és 1 óra alatt nagyjából kiveséztük. Hát itt egy olyan 15 paramétert kell elmagyaráznom, és mivel messzebb vagyunk tőle, tehát nem annyira vizuális ez a dolog, ezért itt egy hőkamera paramétereinek a megértése az önmagában egy kicsit hosszadalmasabb feladat. Csak egyet kiragadnék. Van egy olyan érték, ami tulajdonképpen az 1 pixelre jutó szög, ez az IFOB. Én nem nagyon találkoztam olyan kereskedővel, aki ezt helyből tudta volna, pedig ez szabja meg, hogy mi az a legkisebb részlet, amit én egy hőkamerával észre tudok venni.
hiszen alapszabály, hogy az egy pixelen belül ott nincs részinformáció, tehát egy pixelen belül nincsen róka alakú pixel, meg disznó alakú pixel, úgyhogy számomra fontos az, hogy mennyi ez az IFOV, mondom 10-ből 10-en nem tudták. Na most 10-ből 10-en viszont tudják, vágják, hogy mi a hőkamerának a felbontása, mert ugye minél nagyobb felbontású, annál menőbb. Azért ugye ez egy kicsit bonyolultabb összefüggés, és ugye ami itt látható, az a jelenleg kapható hőkamera felbontásokat így nagyjából bemutatja. Ugye ez a 120x160, ez nagyon alap, célzó eszközben nem alkalmazzák. Célzó eszközben a legkisebb, ez a második, 256x192, jelenleg a nagy átlag ez a 384, és nagy felbontásnak, tehát prémium kategóriának minősül ez a 640 pixel. Nincs rajta az ábrán, már vannak 1024-es, meg már vannak 1280-as felbontású eszközök. Egyrészt vannak technológiai korlátok, hogy miért nem alkalmazzuk még elterjedten a HD felbontást hőkamera célzó eszközökben. Másrészt trükkösek a gyártók. Tehát most jelenleg az eladások zöme az a 384, ez betelítődött. Most megtelítik a piacot a 640-essel, és ha az meg betelítődött, majd akkor dobják piacra az olcsó 1280-asokat, tehát ezek nem véletlenül történnek, hiszen ezek a technológiák már működnek. Na most nagyon gyorsan hadartam és kiszáradtam, bocsánat. Na most már tudjuk, hogy mitől mit várhatunk el, és melyik eszköz mit tud. Akkor NOSA, egyelőre ugye a törvény még nem engedi meg, de tegyük fel, hogy hamarosan meg fogja engedni, úgyhogy hogyan lesz ebből célzásra alkalmas eszköz? Az én olvasatomban legegyszerűbb, legpraktikusabb és a legkevesebb kompromisszumot azt jelenti, hogy egész egyszerűen, ugye van nekem egy fegyverem, egy távcsövem, egy nappali távcsövem, és ez egy szerelék köti össze. Egész egyszerűen le kell vennem ezt a nappali távcsövet, és a helyére oda kell tennem egy éjszakai távcsövet. Mindegy, hogy hőkamera vagy éjjellátó, mind a kettő elérhető, mind a kettőben nagy a választék. Szerintem ez a legkevesebb kompromisszumot jelentő megoldás, hogy miért nem mégis mindenki ezt veszi, annak két fő oka van. Az egyik az a szerelék. A mai napig sokan félnek attól, hogy egy oldható szerelék az nem lesz elég pontos. Én azt gondolom, hogy hát szinte biztosan tudom, hogy az országban mi adjuk el a legtöbb szereléket. Ezt teljesen cáfolnám, tehát hogy egy jó minőségű, jól felszerelt szerelék, az tökéletesen vadászati szempontból tökéletesen elegendő pontosságot tud produkálni. A másik indok az viccesebb, mert hogy ugye hát tudjuk azt, hogy vannak ilyen eszközök ma is használatban, viszont egyenlőre a többségünk számára tilosak. Emberünk használni szeretné, mert ugye megvan az indítatás, viszont fél a következményektől. Mit csinál? Azt gondolja, hogyha olyan eszközt vesz, amin nem látható a szerelék, és nincs benne irányzójel, akkor az majd nem tűnik annak. Tehát ezért vannak előtétek és mögététek, mert hogy részben ugye nem akarjuk megbontani a távcsőpuska egységét, részben pedig azt gondoljuk, hogy az előtét, ha leveszem a fegyverről, akkor majd nem tűnik annak. Na ez baromság, tehát szerintem egy ellenőrzés során, hogyha itt műszaki szakértői véleményt kérnének, akkor egyértelmű lenne a válasz, tehát egész biztos, hogy az is az, csak ebbe hisznek az emberek, ezért vesznek előtétet és mögététet. Pedig mind a kettő kompromisszummal jár, sokkal többel, mint amennyivel a céltávcső. Kezdjük mindjárt mögététtel. Ugye mögétét esetében nincs hőkamera mögétét, ott csak éjjellátó mögétét lehet. Egész egyszerűen a fizikája olyan, hogy ez a 8000 nanométeres hullámhosszú hősugárzás, ez már az első üvegfelületről 99,9%-ban fog visszaverődni. És gondoljunk bele, hogy 11-17 lencsetagnál teljesen esélytelen, hogy átmenjen rajta. Tehát mögé szerelni hőkamerát értelmetlen fizikailag. Ezért ugye találkozunk a kereskedelmi gyakorlatban mögététekkel, amik többsége kicsi, könnyű, olcsó, mi van még? Ennyi. Nincs több előnye, felsoroltam. Gyakorlatilag az én szempontból, ahogy ezt én fölteszem, ez egy ergonómiai katasztrófa és egy közvetlen baleset veszély. Hát, nagyon sok esetben ugye ez az eszköz, ez ilyen szerelem első vérig, tehát nagyon sokan megveszik, és aztán ugye
az első monokli után ebből megszabadulnak. Vagy használja elégedetten így. Tehát gyakorlatilag nekem van egy fegyverem, egy távcsövem, és van egy normális ergonómiám, ami azt jelenti, hogy 8-10 cm a biztonságos betekintési távolság. Egy ilyen eszköz átlagban 10 cm. Tehát vagy hátra húzom a fejemet, vagy előre tolom a távcsömet, de azért lássuk be, ezzel lőni különösen nagy kaliberek esetén nem olyan egyszerű. Én erről többet nem is akarok beszélni, viszont tegyük előre ezt a hőkamerát, vagy ilyenlátót. Na most, hogyha előre tesszük, akkor meglepő módon úgy hívjuk, hogy előtét. Ugye az előtét lehet hőkamera, meg éjjellátó. Mind a kettő létezik, és ráadásul sokkal nagyobb választékban, mint a mögététek. Jellemzően a mögététek 2-300 000 forint között megállnak, és nagyon kicsi a választékuk. Nem véletlen, valószínűleg a komolyabb cégek nem is gyártanak ilyet, mert egy elég erős műszaki kompromisszum, nem minden nagyítással, nem minden esetben használható, nem mindig ad éles képet. Az előtét sokkal inkább, de az sem mindig, mert hogy egész egyszerűen a céltávcsöveink nagy részét nem erre tervezték. Egy bizonyos szűkebb tartományban használható, ugyanis ez tulajdonképpen hogy néz ki? Tehát elé teszek a távcsőnek valamit, és én nem keresztül nézek ezen, hanem egy kijelzőt nézek. Tulajdonképpen ugye azért... Az első dolog, amit ezzel megteszek, hogy én elé teszek valamit, azért megváltoztatom a súlypontot, megváltoztatom a hosszát, megváltoztatom a súlyát az egésznek, tehát nagyobb terhelés fog jutni nyilvánvalóan a távcsőre is, és a szerelékre is. Na most, amitől félnek jelen esetben az emberek, az általában az, hogy maga ez a felhelyezést, rögzítés biztosító szerelék elég jó lesz-e, és eléggé biztosan ott tartja-e az eszközt. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha jó minőségben jó szakember szereli fel, és erről ezt lecsekkolják, akkor ezzel a legkevesebb probléma van valójában. Attól is félnek, hogy szétveri a távcsövet, ha jó a szerelék, nagyon ritkán történik. Attól is félnek, hogy szétveri a szereléket, ugyanaz, ha jól van szerelve, nem szokott ezzel gond lenni. Miért mondom mégis azt, hogy ez okozza a legtöbb problémát, és a legtöbb tulajdonképpen félreértést? Hát ennek az az oka, hogy elterjedt az, hogy ezeket az előtéteket egyáltalán nem kell belőni. Na most ez a kijelentés, ez a jelenleg forgalomban lévő előtétek körülbelül 20-25%-ára igaz, a 75%-ára pedig nem igaz. Az alapja az ott van, hogy amit az elején említettem, és nem véletlenül volt ott két ábra is az analóg éjjellátóknál, az analóg éjjellátó az egyetlen elektroncső, abban egy folytonosság van, és gyakorlatilag ott ugye nem kell ezen gondolkoznom, hogy tengelyben van-e a dolog. Tehát az analóg éjjellátókra ez igaz volt, az előtétekre. A digitálisakra nem. Egész egyszerűen azért, mert egy digitális előtét az úgy néz ki, hogy az elejében van egy kamera, a hátuljában van egy kijelző, a kettő között drót. Tehát gyakorlatilag itt nem feltétlenül garantált az egytengelyűség, és úgy egészében tulajdonképpen én megváltoztattam bármit a fegyveremen, és kimegyek lőni vadra rögtön. Azért ez elég nagy bátorság kell. Tehát én, ahogy az előbb is elhangzott a hangtompítók kapcsán, én bármibe belenyúlok, az a találati pontot elviheti. És az esetek nagy részében el is viszi. Nem feltétlenül mindenkinél, tehát lehet szerencsém, lehet, hogy ugyanoda esik, de ez nem biztos. És a problémáknak a leggyakoribb visszatérő forrása az ez. Tudják mi ez? Oroszrulett. Tehát ugye egy lőszert beteszek a tárba, megpörgetem, vagy elsül, vagy nem. Na most ez is orosz rulett, amiről az előbb beszéltem, csak itt mindig elsül, csak fogalmam nincs, hogy hova megy. Kollégáim kipróbálták, kivitték a lőtérre, többféle távcsövet, többféle fegyveren, többféle előtéttel. Volt olyan szituáció, hogy föltették az előtétet, és 50 méteren az 50 centis lőlapban nem volt benne a lövés. Tehát extrém esetben ekkora eltérés lett. Hát, hogy miért nem, azt most nem taglalom, de lényeg az, hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy rengeteg a félreértés, rengeteg a téves információ, ezek különböző módon terjednek, úgyhogy ezen csak egy dolog segít, azt gondolom, kommunikáció és az edukáció. Erről sokkal többet kellene beszélni, tehát ugye a nyomtatott sajtónak is az egyik fele az mélyen hallgat erről, hogy egyáltalán ilyen készülékek léteznek, a másik fele az már kezdett nyitni, de azt gondolom, hogy itt is sokkal több mindent lehet csinálni. Magunk részéről ugye ez a pár kép, amit felvillantottam, mi elkezdtünk oktatásokat tartani, és ezt folytatni is fogjuk.
Én ugye a Pektor Szabolcsnak már tavaly megígértem egy 16 oldalas nyomtatott anyagot, ez késik-késik, de most legalább majd úgy készülhet el, hogy tulajdonképpen legálisan beszélhetünk legális dolgokról. Úgyhogy azt gondolom, hogy csak ebbe az irányba mehetünk tovább, és ha jól ránézek, van még 5 másodpercem, úgyhogy nem tudok más tenni, mint hogy megköszönöm a figyelmüket.